ami kiáramlik, az visszatér hozzád, az a szeretet volt, szeretetet hoz rád. Ezzel a tudattal sokkal könnyebb élni. Ahol szeretet van, nincsen okunk félni. Verssel köszöntötte összejövetelét a mozgáskorlátozottak vármegyei szervezete. Karcag lett a vendégül az érdekképviselet települési csoportjainak vezetőit, akiket a nemrégiben Karcag díszpolgárává választott önkormányzati képviselő köszöntött. A helyi csoport a város egyik legjobban működő és legnagyobb létszámú egyesülete, a sok egyesület között, és ez jelent valamit. Kölcsönösséget, az egymásra odafigyelést, az, hogy egy-egy csoport összejövetelre, mint hogy a jelen helyzet is mutatja, itt vannak a meghívottak, a közös programokon, kirándulásokon, városi ünnepségeken, ott vannak az önkormányzat adott munkaközösségébe, tájékoztatással a munkájukról, tehát a kölcsönösség adódik, és ez nagyon jó dolog, és ennek így kell lenni. És arról nem is szólva, hogy a csoport tagjai több egyesületnek a tagjai is a városba. 2017 óta dolgozik a vármegyei szervezet új vezetősége. A tavalyi évre nemhogy eltűnt az örökölt adóssága az egyesületnek, de 5 millió forintos eredményt is fel tud mutatni az egyesület. Éppen a kedvező anyagi helyzetből adódóan el is kezdték felújítatni a szolnoki irodájukat, ám a munkálatok közben hatalmas vihar tört ki. 30-40 négyzetméteren felforgatta a cserepet. Beáztunk, beázott a fal, beáztak a irodagépek, és a legszomorúbb az, hogy amikor a szakemberek javították, illetve helyre rakták ezeket a cserepeket, megállapították, hogy ezzel az épülettel már igen-igen rizikós a télnek neki menni. Tehát mindenféleképpen ezt meg kell még ebben az évben csinálnunk. A teljes helyreállításról szóló első árajánlat meghaladja a 9 millió forintot. Ennyi pénze viszont a vármegyei egyesületnek nincs. Így a vezetőség amellett, hogy keresi a megoldást, a helyi csoportok segítségét is kénytelen volt kérni, hogy anyagilag járuljanak hozzá a szolnoki központi épület felújításához.